Szeretettel köszöntöm mindnyájukat, köszöntelek benneteket, akikkel tegeződöm. Volna sok mondani valóm, amelyet most szűkre fogok, és amit igazán szeretek, hogy beszélgessünk, kérdésekre is legyen lehetőség, az most nagyon még szűkebbre van fogva. Nos, és ráadásul nagyon megtetszett az a gondolat is, hogy a szinodusi útról is szót ejtsünk, ez számomra különösen is kedves, és úgy gondolom, hogy tudok róla, tapasztalatok alapján tudok róla fontos dolgokat mondani. Amivel most mégis kezdeni szeretném, az, hát bár ferences lelkületűekhez szólok, és mégis most egy bencés lelkületű könyvet hozok elő. Nem fogok kérni vizet, köszönöm szépen. Mert a fölkérés az volt, hogy a konstitúció megfelelő pontja alapján a békességről, a békességszerzésről, a mai világban ennek a feladatáról beszéljek, főként családos embereknek, testvéreknek, Istennek elkötelezett embereknek. És ahogy szokták ezt mondani, sokszor elhangzik minden korban, hogy ez aktuálisabb, mint valaha. És itt most nem alapvetően a háborúra gondolok, amely itt a közelünkben csattog és vicsorgatja fogait, hanem egy jóval hamarabb megkezdett háborúra, harcra, küzdelemre utalok, amely egyértelműen el akarja venni a hitünket, el akarja venni a fiataljainkat, a fiatalságunkat, a jövőnket, és ezt ma azért tudja mégis sokkal hatékonyabban tenni, mint bármikor, hiszen ilyen erők ugye mindig voltak a világban, mert olyan eszközökhöz jutott el a mai világ, amely az emberek gondolkodását nagyon-nagyon erősen tudja befolyásolni, mondjuk ki manipulálni. És ezek az erők, amelyek a hitünket, a ifjúságunkat, a családjainkat akarják tönkretenni, ezek ma már olyan hatékonysággal tudnak dolgozni, hogy erre egy megfelelő választ kell adni. Nem lehet a régi válaszokkal, a megszokott formákkal válaszolni, és azt remélni, hogy régen is ez volt, mindig is támadásnak voltunk kitéve, a keresztények, ugye Krisztus egyházát mindig, valahol, valamikor, minden korban valahol üldözés érte. Nos, hát választ kell adni, és azért hozom most a Szent Benedeki gondolatot, mert egy nagyszerű könyvet olvastam, Rod Dreher amerikai újságírónak a könyve. Mindenkinek nagyon javaslom elolvasni, Szent Benedek válasz útján, ez a címe. Ezt minden gondolkodó keresztény embernek ma én úgy gondolom el kell olvasnia. Valahol láttam, hogy tavaly adták ki ezt a könyvet, és Orbán Viktor tavaly nyári olvasmánya között is szerepelt. Ez nem mond talán olyan nagyon sokat, de mégis annak örülök, hogy az országok vezetői is fontosnak tartják ezt a gondolatot. Ez az amerikai újságíró egyrészt nagyon éles látással és bátor szókimondással rántja le a leplet az úgynevezett jóléti társadalomról, amelyben minden azt készteti, hogy egyre jobban éljünk, és ismerik ezt a kifejezést is, a fenntartható fejlődésnek a törekvése, hát úgy kell élnünk, hogy a fejlődés fenntartható legyen. Ma már azért egyre többen beszélnek arról, hogy ez egy hazugság, ez egy buborék, nem lehet állandóan folyamatosan gazdaságilag fejlődni. Na most a mostani világot, ezt a termelői és fogyasztói szemlélet által alakított világot, pedig ez a folyamatos gazdasági fejlődés tartja életben, mert hogyha nem, akkor mint egy kártyavár összeomlik. És hát már nagyon-nagyon inog ez a kártyavár, össze is fog omlani, mert tarthatatlan ez a fajta életmód, életstílus. És Rod Dreher azt mondja, hogy van válasz. Van válasz, mert máskor is voltak ilyen korok, amikor düledezni kezdett a társadalom, és össze is dőlt. Például nevezetesen a Római Birodalom bukása, után jelent meg az a szerzetesi válasz,
amely nem ennek a világnak a düledező tornyait, épületeit akarta tákolgatni, hogy össze ne dőljön, ha kell. Az evangélium mindig tud friss erővel hatni, és arra kell újra építkezni. És aztán Szent Benedeknek volt erre egy válasza, amely újra fölépítette az európai kultúrát, keresztény alapokra építette, és gyönyörű szépen megállt. Hát most itt a ferences lelkületű testvérek között nem haszontalan fölemlegetnem azt a másik álmot, amelyet Szent Ferenc látott, amikor ő is azt látta, hogy düledezik a templom, és hát meg kell támasztani, föl kell építeni. És Szent Ferencnek is volt egy válasza. Néhány évszázaddal később, mint Szent Benedeknek, és hiteles válasznak tűnt, és annak is bizonyult. És így aztán összekötöm most már, csupán mondom az olvasmányom, élményemnek a gondolatait ehhez a mai buzdításhoz, hogy Szent Ferencnek a válasza, Szent Ferencnek a lelkülete is hiteles válasz lehet a mai világra. Csak hogy ezt akkor követni kell, ezt meg kell élni. Ezt nem lehet félszívvel, konformista módon, a világgal is megalkudva képviselni. Tudjuk, hogy Szent Ferencnek éppen ez volt a nagysága, mint általában a nagy szenteknek a radikalitás, hogy nem törődött azzal, hogy mit mondanak róla, hogy hogyan vélekednek. Meg volt benne az elszántság, az a belső késztetés, hogy amire őt az Úristen hívta, hogy meg kell újítani az egyházat. Előbb a Szent Damján kis kápolnád, aztán megértette, hogy itt sokkal nagyobb feladatról van szó. Ez vár rám most is. Düledezik a világ, és düledezik az egyház is. Hát, hogy most Franciaországból jöttem, Németországon keresztül, sok személlyel beszélgettem, hát itt sem rózsás Magyarországon a katolikus egyháznak a helyzete, de nyugaton pedig látjuk, hogy tényleg nagyon, nagyon borzasztó dolgok történnek. A katolikus egyház keretein belül azokat is megtámadva, megtorpedózva. Ezek részleteire nem akarok most kitérni, azt hiszem mindenki tudja, hogy miről van szó, itt nem riogatni akarok, hanem arra buzdítani, hogy mindenre helyes választ találjunk. Rodriernek a válasza egyébként, amelyet már Székely Jánostól is hallottam, Barsi Balázs atya is hasonlót fogalmazott meg, hogy azt a fajta európai kultúra, kereszténységgel átitatott európai kultúrát, amely népvallását tette a kereszténységet, azt el kell felejteni, azt el kell engedni. Nem szabad arra gondolni, hogy hogyha vissza tudjuk építeni. Nem az a dolgunk. Az a dolgunk, hogy az evangéliumot éljük meg a mai világban. És minthogy a társadalmi gondolkodást, a társadalmi szemléletet egyáltalán nem járját a keresztény hit és az evangélium, sőt, épp ellenkezőleg. Éppen ezért nekünk a társadalom elvárásai, igényeitől függetlenül kell megfogalmaznunk a keresztény válaszunkat. És hát persze sírunk azon, hogy keresztény templomokat eladnak, gótikus templomokat összedöntenek, hát ez drámai, és ezek jól mutatják az élethelyzetet. De nem az kell, hogy oda menjünk és tartsuk a templomot, és hát össze ne dőljön, vagy ne adják el diszkónak, hanem az új életkörülmények között új válaszokat kell adnunk. Még egy gondolat erejéig szeretnék a mai világnak a elvárásaira is utalni. Sokszor kapjuk fejünkhöz azt, hogy főleg mi magyarok, hogy nem jól lehet meghirdetjük a keresztény Magyarország, vagy a keresztény értékeket követő Magyarországot, na de hát például nem fogadjuk be a más országokból érkező jövevényeket. Micsoda szeretetlenség ez, hiszen az evangéliumban benne van, éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, vándor voltam, befogadtatok, na és mégse tesszük, mi magyarok.
vagy hát miért nem vagyunk elfogadóbbak a másképpen gondolkodók irányában, hiszen Krisztus sem ítélte el, sem a bűnös asszonyt, ugye azt mondta, hogy én sem ítélek el, Jézusnak az irgalmas, a végtelen irgalmasságot hordozó üzeneteit, hogy úgy mondjam, a fejünkre olvassák. Egy fontos dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Onnan kezdem, hogy az Európának nem az a baja, hogy túl sok muszlim vallású ember érkezik. És így aztán a muszlim vallás hát el fog terjedni túlzottan, és hát a kereszténység pedig hát háttérbe marad. Európának nem a migráns kérdés a problémája, hanem a hit elveszésének a problémája. Európa azért szenved, és azért van egyre inkább kaotikus állapot a társadalmakban, mert már nem a keresztény hitre épül a társadalmi gondolkodás és az életünk. Ha itt az ide bevándorló emberek sokassága ezrei, legyenek már muszlimok, vagy más vallásúak, vagy mondjuk ateisták, bár ilyen nincs is igazából, itt egy élő, a hitét hitéhöz hűséges és tanúságtevő keresztény Európát találna, akkor be tudna illeszkedni. Abba ő is megtalálná a helyét. De minthogy itt hitében egy romhalmaz talál, ezért fölépíti a saját kultúráját, a saját vallásától indított kultúráját. Tehát nem az a baj, hogy mi szívtelenek vagyunk, és figyelmeztetjük a más országokat, hogy hát, hogyha túl sok muszlim ember érkezik, akkor megfojtanak bennünket, mert már az ő kultúráik és az ő, hát ugye a kereszténységtől meglehetősen idegen, vagy eltávolodott, vagy hát ahhoz nem is mérhető gondolkodást terjesszenek el. Nem az a baj, hanem hogy hitetlenség uralkodik. És senki hit nélkül ne olvassa a fejünkre az evangéliumot. Tehát amikor egyes magyar politikusok, vagy külföldi politikusok azt mondják, hogy hát benne van a Bibliában, hogy be kell fogadni a hajléktalanokat. Hát aki nem hisz a Bibliában, az ne hozza elő a Bibliának a szövegét. Hát annak a Biblia nem mond semmit. Mert Jézus szavait, Jézus az evangéliumot csak hittel lehet olvasni, és csak hittel lehet megélni, hit nélkül nem lehet megélni. Hit nélkül lehetetlen megélni az evangéliumot. És ezért mondom, hogy abszurd az, amikor már régen hit nélkül él Európa, a politika, a társadalmi gondolkodás, és mégis számon akarják kérni, hogy miért nem vagyunk olyanok, amin le van írva a Bibliában. Nem, hit nélkül nem lehet megélni az evangéliumot. Az evangélium nem valami magasrendű erkölcsi norma, amit követni kell. És ezért fordul önmagában, sőt, hát talajveszetté válik mindaz az ideológia, amely összecsipeget különböző szép gondolatokat az evangéliumból és a keresztény filozófiákból, és fölépít egy olyan abszurd világot, aminek hát ma már látjuk az eredményét, hogy meg lehet ölni a pici gyermeket, meg lehet ölni az öreg embert, hogyha úgy van, az úgy hozza az igény meg a szükség, a családokat, hát teljesen, úgy mondják, nagyon-nagyon szeretném átadni ezt a személyes meggyőződésemet, hogy mozaik család szót alkottak, amely egy kicsit olyan szebbé teszi a széttört családokat. Szebb azt mondani, hogy mozaik család, amikor elválik a férj, a feleség, és akkor új házasságok születnek, és az a testvér csak féltestvér, a harmadik család, mozaik család. Hát ezek olyan eufemizmusok, olyan elhomályosító kifejezések, amelyek próbálják elfedni azt, hogy dráma van, hogyha az evangéliumot nem éljük meg, akkor minden összeomlik. Hogyha családokban nem arra törekszünk, hogy megküzdjünk a szeretetért, akkor semmi nem valósul meg. Anélkül semmit nem építhető fel. Isten nélkül nem építhető fel emberi világ. Ott van Babilon. Ez a 20. 21. századi Babilon tornya.
Választ kell tehát adni. És most térek rá akkor az egyháznak a válaszára, hát amely inog, mint építmény, hogy úgy mondjam, és az egyházi vezetők is úgy érzik, én mint püspök is, hogy a lábunk alatt inog a talaj, és hogyan tudjunk vezetők lenni, és ez vonatkozik az egész egyházi struktúrára is, és vonatkozik a pápára is. És Ferenc pápáról azt tudjuk, látjuk, hogy nagyon bátor ember. Hadd mondjak el egy vele való nagyon személyes élményemet. Tavaly történt, amikor dúlt a koronavírus járvány, hogy fülest kaptam, hogy minthogy nagyon kevés, de nagyon sok találkozót lemondtak, a pápa se utazott, és hát nem azt mondom, hogy volt ideje, de be lehetett jelentkezni hozzá. Tehát könnyebben be lehetett jutni hozzá. És én kértem egy magánkihallgatást február elején, és 3 hét múlva kaptam a kongregációtól választ, hogy jó lesz-e nekem a nem tudom, március 12-e. Hát mondom, jó lesz. Jó lesz. Úgyhogy kaptam egy időpontot, és éppen ráértem, és beszélgettünk Ferenc pápával. Kárpátaljai helyzetről akartam vele főként szólni, most erre nem akarok kitérni, hanem azt szeretném elmesélni, hogy ez éppen az iraki útja előtt volt. Tehát a koronavírus már lecsendesedőben volt, és készült Irakba, és kérdeztük, két munkatársammal mentem, két teológiai professzorral, egy atyával és egy világi professzorral, kérdeztük, hogy hát ez az iraki út, hogy merre menni, lesz-e még, akkor nem tudtuk biztosan, hogy lesz-e iraki út. Meg akkor még azt sem tudtuk biztosan, hogy jönni fog Magyarországra, én hamarabb megtudtam, csak nem volt szabad mondani. És azt is mondta, hogy megy Irakba, de még nem volt publikus. És azt mondja Ferenc pápa, hogy mindig úgy szokott dönteni, hogy meghallgatja egy adott kérdés fölmerül, meghallgatja a szakértőket, megbeszéli a tanácsadókkal, hogy mi az okos, milyen érvek vannak pro és kontra, és utána imádságban egyedül dönt. És komolyan mondom, ez az iraki út, mindenki le akarta beszélni, a vatikáni diplomaták, a biztonsági őrök, az irakiak mondták, hogy ne jöjjön, az iraki kormány mondta, hogy ne jöjjön, mindenki azt mondta, ne jöjjön, ugyanakkor hát persze várták nagyon, hát ha jön, és elment, és gyönyörű szép gyümölcsöket hozott, nagyon nagy erejű volt az ő iraki látogatása. Szóval bejött, imádkozott és döntött. Ferenc pápáról ezt látjuk, hogy merész döntéseket hoz, és úgy említettem a németországi, hát főleg nyugat-európai, de leginkább németországi egyháznak a helyzetét, amely katasztrofális, amelyben püspökök, papok is sokan olyan elveket hirdetnek, amely nyilvánvalóan szembe megy az egyház tanításával és az evangéliummal. És ezt egy nemzeti szinódus keretében fogalmazták meg. És akkor Ferenc pápa, ahelyett, hogy behúzna a kéziféket, hogy állj az egész, hát ilyet nem lehet csinálni, azt mondja, hogy jó, akkor csináljunk szinódust, mert a szinódus az egyház nyelve, csak eddig nem nagyon tudtuk, hogy mi is az, és a német testvérek eléggé előre szaladtak, csináljuk meg a szinódust, de jól, ne rosszul. A szinódus, szinhodosz, együtt haladást jelent. Hogy közösen megyünk együtt. Amikor a gyerekeknek beszéltem arról, hogy az egyháznak szinodálissá kell válnia, nagyon egyszerűen így fordítottam le nekik, hogy mit tegyünk azért, hogy az egyház újra családias legyen. Ez egy jó hasonlat. Hogyha az egyház újra szinodális akar lenni, az egyház újra családias akar lenni, ahol mindenki számít, ahol mindenkinek a szavára odafigyelünk. Nagyon sokszor hangsúlyozta a pápa, és ebben rontottak nagyon a németországi testvérek, hogy a szinódus nem parlament, nem demokrácia. A demokráciában jönnek a küldöttek képviselik azokat az embereket, akik őket küldték, elmondják az embereknek a véleményét, azt a parlamentben összerakják, ezt és ezt mondják, és akkor utána szavazzunk, és amire legtöbben szavaztak, az lesz a törvény.
azért beszélek arról, hogy összeomlik a mai társadalom, mert így lehet megszavazni azt, hogy a gyermekeket meg lehet ölni az anyaméhben. Parlament megszavazta, meg lehet ölni. Nem, nem. Az egyház nem parlament, nem demokrácia, hierarchia, szent rend van az egyházban. Viszont ez a szent rend, a hierarchia nem azt jelenti, hogy font csücsül a pápa, ő kitalál valamit reggel, elmondja a püspököknek, püspökök kiadják a papoknak, hogy ezt kell csinálni, a jámbor nép, mint a bárány a pásztort, vagy béged, vagy nem béged, de követi azt, amit mondanak neki. Jézus használja a jó pásztor és a báránynak a képét, és erre a merészen fogalmazó Ferenc pápa azt mondja, hogy jó, de akkor a pásztoroknak legyen bárány szaga. Akkor ott legyenek közöttük. Akkor tudja a pásztor, hogy mit kell csinálni, hogy ott van a bárányok között. Amikor a hierarchia megcsontosodik, erejét veszti, rugalmasságát és életerejét veszti, akkor az ilyennek szokták elképzelni, hogy na az egyházban ilyen a hierarchia. Holott nem. Az egyházban az a krisztusi testvéri közösség él, amelyre azt mondja Jézus, ha ketten-hárman ott vannak az én nevemben, ott vagyok köztük. Ez a szinodalitás, hogy ott van köztünk Jézus. És Jézusnak legalább annyira fontos a fiatalnak, az öregnek, a fogyatékkal élőnek, a homoszexuálisnak, hogy ezt én is idehozzam, vagy mint a papnak, vagy a püspöknek, vagy a pápának a véleménye. Miért? És itt van a lényeg. Ez a legfontosabb, amit ma mondani akarok. Amit Ferenc pápa is nagyon hangsúlyoz. Hogy az egyházat az Isten szent lelke tartja össze. És a Szentlélek szól a fiatalon, az idősen, a magányoson, az elválton, a homoszexuálison, a papon, a püspökön, a pápán keresztül. Ha a Szentlélek szól, akkor az előre viszi az egyházat. Bárki mondja, bármilyen megfogalmazásban, bármit mond, az is mondhatom, csak az a fontos, hogy az a Szentlélektől jöjjön. Tehát Ferenc pápa úgy fogalmazta meg, úgy hirdette meg a szinódust, a szinódusi utat, ugye 3 év, és akkor most az egyház megyei szintek, utána a kontinentális szintek, és utána az egész egyetemes egyház szintjén, hogy mindenki szóljon hozzá, de kérjük a lelket, hogy a Szentlélek szóljon belőle. Tehát nem mindenkinek a véleményére vagyunk kíváncsiak, mert nem arról van, hogy mindenki mondja el a véleményét, az összegezzük, aztán majd hát a hatalmas, több mint majdnem 1,5 milliárd katolikusnak a véleményét, hogy lehet összegezni. És azért is beszélek erről, mert nagyon személyes élménye van ezzel kapcsolatban. Egyrészt mi, amikor meghirdettük a görögkatolikus egyházunkban a szinodusi út egyházmegyei szakaszát, akkor azzal kezdtük, hogy mától fogva minden görögkatolikus hívő mondjon el egy imát a Szentlélekhöz. Van egy nagyon szép imádságunk, mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak útfej és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözíts jóságos a mi lelkünket. Ez a mi Szentlélekhöz szóló imádságunk. Minden imádság, minden szertartást ezzel kezdjük. És azt kértem a hívektől, hogy a szinodusi út során, tehát egészen október 11-től pünkös napjáig, minden hívő minden nap mondja el a mennyei királyt, hogy aztán hányan fogadták meg, hányan nem, erről nem, nincs egy statisztika. De hogy ez a legfontosabb, hogy forduljunk a lélekhöz, a szent lélekhöz, hogy ő szóljon belőlünk. És amikor összejöttek a különböző szinodusi csoportokat alakítottunk, fiatalokat, fiatalházasok csoportját, egyedül élők csoportját, elváltak csoportját, cigánysághoz tartozók csoportját, pedagógusok csoportját, orvosok, szociális dolgozók csoportját. És ezen kívül természetesen minden parókia, tehát minden plébánia közösség is egy-egy csoport volt, minden intézmény egy-egy csoport volt. Azt kértük, hogy a pápa által javasolt témákban mondják el, hogy mit gondolnak,
De nagyon figyelve arra, hogy ez a Szentlélek mondja, vagy sem. Na most persze mindenki úgy érezte, hogy amit én mondok, az a Szentlélek mondja, mert hát úgy gondolom. És ez lehet, hogy így is van. A püspöknek a nagyon fontos, súlyos felelőssége és feladata, hogy mindezek alapján azt szűrje ki, hogy ebből mi a Szentléleknek az üzenete. Nos, ez nem könnyű. Nem könnyű, mert bejött rengeteg, tehát olyan paksaméták jöttek be, minden csoportot megkértünk, hogy szűkre fogja is, és hát 3-4 oldal szöveget küldtek be az adott kérdések kapcsán. Most csak a mi egyházmegyénkben közel 120 csoport volt. Intézmények, parókiák és Espersi kerületenként voltak ezek a csoportok. 120x3 oldal, tehát ezeket hogy lehet földolgozni? Volt, aki azt mondta, hogy a számítógépbe betesszük, és akkor amíg szavak, van ilyen program, amíg szavak leggyakrabban előjönnek, azokat hozzuk ki. Hát nem. Nem. A Szentlélek munkáját nem bízunk a számítógépre, hanem azt átolvastuk ezeken kiválasztott személyekkel, átbeszéltük, átimádkoztuk, hogy mindezekből mi is a lélekre figyelve mit hallunk ki. És mi az, amit úgy érezzük, hogy igen, ezek olyan fontos dolgok, amelyek irányába érdemes menni. És nagyon érdekes és különleges dolgok is felszínre jöttek. Aztán a három püspökatya, ugye három egyházmegyében, mi Görögadis egyház külön püspöki konferenciát alkotunk, mi külön küldtük el, augusztus 15-ig még van egy kis időnk, a Vatikánba ezt az összegzést, amit mi saját magunk átimádkozva próbálunk kiértékelni. A lélekre kell figyelni. És ez a kulcsa a szinodusi útnak, és ez a megoldása annak is, amire az elején utaltam, hogy választ kell adnunk. Helyes, hiteles, erőteljes, hatékony választ kell adnunk. A gyermekeinknek, unokáinknak, ránk bízottaknak, diákjainknak, kortársainknak, embertársainknak. Ezt a választ a Szentlélek tudja megadni. Ehhez kell, hogy nagyon élő kapcsolatom legyen a Szentlélekkel, forduljak hozzá bátran, kifejezetten, szándékkal, kérjem, hogy a Szentlélek dolgozzon bennem, ki szoktuk javítani, nem jó az a szó, hogy a Szentlélek működjön bennem, mert a Szentlélek nem egy gép, amik működik, hanem egy személy, amely dolgozik. És akkor befejezésül idehozom Szárvi Szent Szerafimnak a tanítását, egy 18. századi oroszországi szent, az egy imádságnak nagy mestere, és azt mondta, hogy a keresztény ember életének a célja a Szentlélek megszerzése. Azért élünk, hogy minél inkább átjárjon bennünket a lélek. És ha visszautalok az előbb csak úgy gyorsan elmondott imádságunkra, így hangzik ez a Szentlélekhöz szóló imádság, mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak út, jöjj el és lakozzál mi bennünk. Tehát mindenütt ott van a lélek, mindenütt ott van, bennem is ott van, de mégis azt kérem, hogy jöjjön el és lakozzon bennem. Hogy az ő jelenléte váljék életadóvá, váljék erőteljessé, dinamikussá, hogy az, amit ő akar adni nekem, vagy rajtam keresztül, másoknak, a rám bízottaknak, a világnak, az valóban az isteni erőt, az isteni szót hordozza. Ferenc pápa erre mutatott rá, hogy ez mindnyájunk hivatása, minden megkeresztelt embernek a hivatása, hogy lélekből éljen, összecseng a ortodox remete szerzetesnek a gondolataival, és ezt szeretném én is önöknek átadni. Nagy a felelősségünk, nagyon-nagyon súlyos problémákkal kell megküzdenünk nekünk is, és az utánunk következő nemzedékeknek, de van válasz. Van válasz, ezt halljuk ki. Keressük a lélekkel való életet, figyeljünk oda, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek rajtunk keresztül.
Nem azt jelenti, hogy akkor imádkom, és akkor elmondom a püspöknek, hogy nekem ezt mondta a lélek, mert sok esetben nem szavainkkal fejezzük ki a lélek üzenetét, hanem sokkal inkább az életünkkel. Ha ezt hitelesen éljük, akkor az életünk lesz az igazi, helyes válasz. Köszönöm szépen. Nem lehetek abban biztos egyáltalán, és éppen ezért egyrészt sok szűrő van ott jelen. Azt, amiről talán nem utaltam rá, csak nem hangsúlyoztam, hogy egy nagyon szép lelki tapasztalat volt az, ahogyan átolvastuk, átbeszéltük, és hogy úgy mondjam, ott volt a lélek közöttünk. Nem lehet érezni a lelket, de szóval, hogy ezt találtuk meg, hogy igaza volt a pápának, ez az egyetlen kritérium, ami alapján a beérkezett gondolatokat tudjuk összegezni. Na most hát aztán majd meglátjuk, oda bízzuk, tehát ezt továbbítottuk, és a végső nagy átbeszélgetés az majd 2 év múlva lesz, illetve jövő ősszel Rómába. Tehát, hogy úgy mondjam, nincs biztosíték rá, megpróbáljuk beletenni magunkat, és viszont abban hiszünk, hogy az egyházat és a pápát a lélek, szent lélek vezeti. Hát ugye, de a válaszom nagyjából mégis hasonló, hiszen ugye garanciát nem tudok fölmutatni arról, hogy általam a lélek szól. Azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy törekedjünk lélek szerinti életre. Tehát, hogyha nem követem az evangéliumot, de azért, mit is mond a lélek, mit is mond, biztos ezt mondja, hogy szóval akkor nem nagyon van esélyem, hogy meghalljam. Sok csönd kell hozzá, sok-sok imádság, az egyházzal együtt, a zsolosma, a zsoltárolvasások, az Isten szavával való találkozás, a Szentírás, a Lectio Divina, mind-mind egyre porhanyósábbá teszi a lelkemet, hogy az antennát élesíti, hogy meg tudjam hallani. De biztosíték nincs rá, az igazi biztosíték az maga az egyház. Amit beléjük plántáltunk, az anyaméktől fogva azért az ott él bennük. És joggal lehet remélni, hogy ha nem előbb, akkor utóbb újra élni kezd. De mondjuk Rodríguez azt mondja, hogy alakítsunk ki olyan iskolákat, ahol hitelesen megélik a kereszténységet, és ezek nem az egyháziskolák. Ez főleg Amerikára jellemző, de a magyar valóságban is szembesülni kell ezzel. Tehát, hogy attól, hogy egyházi fennhatóságú vagy pap van ott jelen, jó esetben, még ettől még nem lesz a hiteles evangéliumi közegnek az átadója. És pontosan igenis olyan intézményeket kell fölépíteni, ahol erre teljes erővel is odafigyeléssel figyelnek. De leginkább azt mondom, hogy olyan családokat és családok közösségét kell létrehozni, ahol a gyerekek ebben ülnek bele.